Jó. Az a helyzet, hogy egy kisebb problémába ütköztem, ugyanis hamarosan repülök, itt egy bőrönd. Itt pedig egy kép, amit ki kellene vinnem Frankfurtba. Az a probléma... Jaj. Sok minden más nem fog vinni ebbe a bőrönbe. Kérlek, kérlek. Oh, azt a mázlit. Pár óra is repülök, előtte megyek az Arena Mall-ba, ahol meghívott a Samsung, hogy kipróbáljak egy nagyon érdekes dolgot, ezt mindjárt meglátjátok, bár a címből már lehet, hogy kiderült. Úgyhogy az arénán végig fogok menni bőröndel, repülése készen, utána pedig repülök Frankfurtban, majd egy másik videóban láthatok, de ami ma fog történni, az tényleg nagyon érdekes lesz. Csőd, tesó! Jöttem arénázni. Jöttél shoppingolni? Hogyne? Na, Ábel, mit fogunk csinálni? És itt nyomtatja a 3D-s nyomtató, nem akarok nagyon... Kukorica keményítő alapú. Ja, hogy ebből, ezt kapja meg. Azt. Itt szépen bevezeti, és akkor ott egy ilyen hevített fej olvasztja meg az anyagot. 215 fokon jelenleg, és akkor a kis ventilátorok pedig szilárdítják meg. Szóval... Öt rajzot fogunk rajzolni. Egyébként úgy működik az egész, hogy kontúrba lerajzolod a táblára a rajzodat, ábra egy villanykörtét rajzot, ahol láthattátok. Utána pedig a 3D-s nyomtató, mivel ilyen... Kukorica... Valami kukorica kivonatból. Igen. Megkeményített kukorica kivonatból. Azt megolvasztja, nem? Megolvasztja. Megcsinálja a formát, és ventilátor rögtön megszilárdítja. Úgyhogy először én lerajzom a szemüvegem, mert az volt egy csomó ideig a logóm így a vlogoknál, úgyhogy most lerajzom a szemüvegem. Tedd le. Ez másnak néz ki. Ó, de rossz. Harry. Nem tudom, hogy néz ki a logó. Na jó, most megnézed, hogy nézett ki a logó? Igen. Jaj. Jó, az jó volt. Jó, de csak azt a vonat. Ott van vissza, van vissza. Ez nem rossz, esküszöm. Ez kicsit, de nevér egy kicsit, én ilyet. Jaj. Most jön egy szívecske, amit nem tudok rajzolni ugyancsak. Viszont be kéne vinni valami extrát a szívbe. Valami... Legyen egy extra nagy szív. Azta! Úristen, ez nagyon rossz lett. Ez mi? Ez az eltört szív? Ez a májam volt. Készen vannak az ajándékok, most fogjuk kivinni őket Ábellel. Mindjárt kiterek a részletekre, hogy hova megyünk, kihez megyünk. De milyen ajándékok vannak? Először is van itt 4 darab kis ajándékcsomag, amit ugye a Samsungnál csináltunk, a Samsung jó voltában van ez itt. Ezek igazából ilyen karácsonyi díszek, illetve tésztaszaggató. És ezt tényleg mi rajzoltuk Ábellel, illetve 5-öt én rajzoltam, 5-öt ő, és ez ilyen személyesebb ajándék, de ezen kívül én még hoztam 4 darab csokit is a 4 darab szerencsésnek, akihez ma kimegyek, szerencsésnek. Plusz van itt még egy kis ajándék, ami... Ez igazából egy kézzel készített, ezt most nem szedem szét, ez igazából egy kézzel készített ilyen kis karácsonyfadísz, ami nagyon-nagyon szép. Plusz egy póló, ami majd a hamarosan megjelenő pólóim, illetve cuccaim. Ez egy ilyen prototípus, ami még nem a végleges, viszont gondoltam, hogy ezt így ajándékba odaadom, mert nekem van egy csomó otthon. Mindjárt itt van Ábel, és indulunk. Na, megjött Ábel is, aki mindjárt ad egy kis performance előadást. Mi? Karácsony van. Ja, akkor jöjjünk be az nyomjuk. And checking it twice. Kedvenc dalom. It's the most beautiful time of the year. I should be played on it so much clear. Jó. Réka! Heuréka! Hallotta! Mi? Ott van. Hol? Na, szia! Hello! Ez egy ilyen kis egyszerűcske, ez a Samsung ajándéka, ezt én csináltam, illetve Ábi is csinált ilyet.
Ezt mi rajzoltuk, és a 3D-s nyomtatóval lett kinyomtatva. Úgyhogy ez ilyen szaggató. Várjál van. Ezen kívül egy csokit, egy kézzel készített karácsonyfadíszt, ez ilyen kis aranyosság. Plusz ez hamarosan van lesz saját pólom meg mindenem, és ez ilyen prototípus még, senkinek nincs ilyen. Nekem van egy pár otthon kinyomva, és egyet elhoztam neked. Úristen, boldog karácsony, aztán... Boldog karácsony. Mióta nézel minket, engem? Úristen, igazából nem tudom. Így húgom már nagyon-nagyon régóta néz titeket, és megnéztem már, hogy úristen, remélem nem valami videós, mármint nem úgy videós, értem, hanem mint videójátékokat néz. Szóval megnéztem én is, aztán egyre jobban tetszettek a videóid, meg ugye Ábeli is, és így lassan így az összeset megnéztem. És nagyon tetszett, meg így ipütet kaptam, mert ugye én művészetibe járok. Aha, láttam, hogy ott a Instán van valami leírás ott áll, hogy hát... Igen, és... köszönöm szépen, és boldog karácsony! Hát én is neki boldog karácsony! Meg szobatársamnak így mondtam, mert nagyon nagy rajongultak, és megkérte, hogy kiegyek tőletek aláírást. Jó, perc! Rékának odaadtam az ajándékot. Rohanunk az Árkádhoz Budapesten, utána pedig rohanok Vácon még két emberhez, akit még ki sem választottam, és Vácon is adom nekik az ajándékot. Ábelnél is lesz egy videó, azt nézzétek meg, csak Ábel úgy csinálja, hogy... hogy csináltad? Nálam az a lényeg, hogy én letelepedek egy helyre, és meg kell találniuk engem, úgyhogy igazából bújócskázom, de nem tudom, hogy hány ember fog oda jönni hozzám. Engem nem szeretnek Harryvel ellentétbe. Jaj, szegény. Ahogy van. Sziasztok! Hello! Hoztam pár ajándékot neked. Először ez a Samsung ajándéka, többek között. Ábellel mi rajzoltuk. Köszönöm szépen! Ezen kívül hoztam neked egy csokit. Köszönöm! Ez egy saját pólom, ami még nincs kint. Ez egy ilyen prototípus, még senki, tehát még nem is látta senki. De nekem van otthon pár, hogy ezt elhoztam neked, úgyhogy boldog karácsony. Hogy telik a karácsony? Jól, tökéletesen. A barátomnál vagyok most. Na, miért egyébként nem pesti vagy? Nem, Nagykártán lakom. Ó, az messze van. Hát egy óra. Jó van. Most se tudod, hol van. De a nevéből úgy hangzik, hogy messze. Na, hát köszi még egyszer, és boldog karácsony. Köszönöm szépen. Boldog karácsony, szia. Na hát időközben ide értem Vácra, elhoztam a két ajándékot, meg még a többi dolgot a kocsiba. Viszont Dori és Luca, akik nyertek, ők ma családdal vannak és nem érnek rá, úgyhogy ezt majd ki fogom nekik postázni. Nagyon-nagyon szépen köszönöm a Samsungnak, hogy felajánlotta ezeket a kis ajándékokat, és azt, hogy kipróbáltam milyen egy 3D-s nyomtatóval rajzolni. Ezen kívül nagyon szépen köszönöm nektek, hogy itt voltatok vele ma is, ne felejtsetek el feliratkozni, ne felejtsetek el követni Instagramon, és találkozunk a következő videóban. Sziasztok!